Szeretettel köszöntök mindenkit! A mai matematika órán a helyzetről és a mozgásról fogunk beszélgetni, és nem véletlen, hogy ez a keresztrejtvény van ide kezdőképernyőnek kirakva, ugyanis megismerkedünk a függőleges és a vízszintes fogalmával. Mi is a vízszintes? Hogyha felütjük a szótárat, akkor azt találhatjuk, hogy a vízszintes az a nyugvó víz felülete vagy felszíne. De hogyha egy egyenes vonalra gondolunk, akkor a vízszintes vonal egy fekvő egyenes, ami így néz ki. Tehát erre mondhatjuk azt, hogy ez egy vízszintes vonal. Van egy eszköz, amit vízimértéknek hívnak. Mire használjuk ezt az eszközt? Gondoljunk egy asztalra. Ugye, hogyha nem vízszintes az asztalunk, akkor könnyen legurul róla a ceruzánk. A vízimértéket arra tudjuk használni, hogy egyenesbe hozzuk az asztalt. Nézzük a függőlegest, itt láthatunk egy függőleges vonalat, és ha megnézzük ezt a képet, akkor azt is láthatjuk, hogy az épületek is függőlegesen épülnek, és mondhatjuk rájuk, hogy függőleges épületek. Nézzünk egy feladatot a tankönyvből. Egy falusi udvart rajzoltunk olyan négyzethálós lapra, mint a füzeted lapjai. Hol helyezkednek el az egyes állatok? Az állatok helyzetének leírásához a négyzethálóban lévő jeleket, számokat és betűket használjuk. A kérdés az, hogy hol van a kakas? A négyzetháló szélén láthatjuk kékkel megjelölve a függőleges irányt, pirossal pedig a vízszintes irányt. A rajzon a függőleges irányt oszlopnak hívjuk, a vízszintes irányt pedig sornak. A sorokat betűk jelölik, az oszlopokat pedig számok. Ez alapján megkereshetjük a kakasnak a helyét. Ugye megnézzük, hogy melyik sor és melyik oszlop találkozásánál van a kakas. Megállapíthatjuk, hogy a háromas oszlop és az E sor találkozásánál van a kakasunk, ezért a kakasnak a helye az E3-as mezőben van. Próbáljunk egy másik állatot is megkeresni a négyzethálókon, például a tehenet. Hagyok egy kis időt gondolkodásra. Melyik mezőben található a tehén? A tehén a C sor és a 9-es oszlop találkozásánál található, tehát a tehénnek a helye a C9-es mezőben van. Próbáljunk még egy állatot megtalálni. Keressük meg ezt a sárga csibét, tehát a sárga csibének a helyét. A sárga csibénk a D sor és az 1-es oszlop találkozásánál van, tehát megállapíthatjuk, hogy a csibénk helye a D1-es mezőben van. Van nekünk még egy feladatunk, ahol a tankönyvünk a következőt írja. A cica az A10-es mezőben ül, keressük meg a cicát, A10-es mező, tehát az A sor 10-es oszlopában található. Hol lesz a cica, ha vízszintesen balra mozdul egy mezőt? Tehát balra ugrik a cicánk, egy mezőt, hova fog kerülni? Ugye ekkor a cica az A9-es mezőre lép. Következzen a tankönyvünkből egy újabb feladat, ami így szól. Határozd meg a körök és a csillagok helyzetét felhasználva a betűt és a számot, ahogyan azt elkezdtük. Ugye láthatjuk, hogy a lila köröcske a H2-es mezőben található. Jöjjön a narancssárga csillag, keressétek meg, hogy a narancssárga csillag melyik mezőben található.
A narancssárga csillag a J10-es mezőben található. Menjünk tovább. Vajon a piros csillag melyik mezőben található? A piros csillag az I5-ös mezőben található. Vajon a zöld kör melyik mezőben található? A zöld kör az I8-as mezőben található. Vajon a pink rózsaszín köröcske hol található? A rózsaszín köröcske a G7-es mezőben található. Menjünk tovább. A narancssárga köröcske hol található? A narancssárga kör az F4 mezőben található. Jöjjönnek a csillagok. A világos zöld csillag melyikben található? Melyik mezőben? A világos zöld csillag az F5-ös mezőben található. Jöjjön a lila csillag. Az melyik mezőben található? A lila csillag a D2-es mezőben található. Jöjjön az zöld csillag. Melyik mezőben található a zöld csillag? A zöld csillag a C5-ös mezőben található. Vajon a kék csillag melyik mezőben található? A kék csillag a D7-es mezőben található. A citromsárga kör melyik mezőben található? A citromsárga kör a B3-as mezőben található. És jön az utolsó, a piros kör. Az vajon melyik mezőben található? A piros kör az A10-es mezőben található. Ha már keresztrejtvénnyel kezdtük ezt az órát, akkor fejezzük is ezzel. Következzen egy egyszerű keresztrejtvény, ahova a betűket függőlegesen és vízszintesen kell majd beírni. Nézzük az elsőt, ugye ezt függőlegesen kell beírni, mégpedig azt, hogy nap. Megyünk a ketteshez, ezt is függőlegesen kell leírni, és 1, 2, 3, 4, 5 betűből álló szó. Mi lehet a kettes? Ugye a kettes a torta. Jöhet a háromas. A háromas szavunkat vízszintesen kell leírni. Az utolsó betűje, az A betű már megvan. Ugye egy virág nevét kell ideírni. Ez lesz a rózsa. Jöhet a negyedik. A négyes. A négyest is vízszintesen kell írni. Két betűnk már megvan, a kezdőbetű és a harmadik betűnk, P és R. Ez nem lesz más, mint a perec. Jöhet az ötös, az első betűnk már megvan, a C betű. Ugye azt tudnunk kell, hogy ebbe a keresztrejtvénybe a kétjegyű betűket külön írjuk. Az ötösnek a megoldása a csap. Tehát a hatos feladvány, ez egy két betű szó lesz, és függőleges. Ugye ez lesz a fa. A hetedik szónak a második és utolsó betűje van meg, mind a kettő A betű, vízszintesen kell írnunk, ez lesz a karika. Jöhet a nyolcas, ez függőleges, és az első betűje K betű.
A megoldás pedig a kulcs. A 9. feladat 5 betűs, az utolsó előtti betűje L, a megoldás pedig a kifli. És az utolsó feladat, a 10-es, az a 4. betűnk van meg, 6 betűből áll, és vízszintesen kell leírnunk azt, hogy fecske. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb, vigyázzatok magatokra!